Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Elérkeztünk akkor végre a gépépítéshez. Ugye az előző videóimban sorra szedtem az alkatrészeket, bemutattam, hogy miből fog összeállni a konfiguráció. Most csináltam egy ilyen összeszedett képet róluk. Az SROC alaplapról tudjuk az első videóm óta, hogy az Gigabyte H110, úgyhogy nem kell félni, hogy AMD-s alaplapba lesz belepasszírolva 1151-es Intel processzor, hiszen tudjuk, hogy az úgy nem működik. Látni fogjátok majd szerelés végén, hogy elég szemrevaló lett azért a config, tehát elég jól mutat a K350 gépházba majd a videó végén. Egyébként egy előzetesben a videóról annyit, hogy ugye mobiltelefonnal tudtam kamerázni, mivel nincsen nekem ilyen rendes fejkamerám, hogy két kézzel szereljek közben, így rész egységenként fogunk haladni. Természetesen mindent elmondok, hogy mit, hogy szerelek, vagy hogy érdemes szerelni, hogy a nagyon kezdők is tudják, hogy miről van szó. Egyébként én szeretem a témát, szóval szoktam más youtubereket is nézni, ahogy gépet építenek, és sajnos a magyar gépépítős videósokról sajnos sok jót nem tudok mondani. Ki fogok térni név nélkül, hogy milyen ökörségek vannak a videó folyamán, ahogy épül a konfig. Nagyon sok hülyeséget kiegednek a szájukból, nem tudom, hogy honnan veszik. Lehet, hogy a nézőik nem figyelik, mert ugye hosszú videókat tesznek fel, ugye a gépszerelés az mindig hosszú, vagy több részletben, nem tudom, átsiklanak fölötte, vagy nem tudják, nem értik, úgy gondolják, hogy úgy van, pedig nagyon sok hülyeség hangzik el. Na, vágjunk is bele, látjuk, itt van az alaplap, ügyesen fel lehet nyitni a processzor foglalatot, tehát van egy kis kar, azt kiemeled, lényegében kipetszinted, és akkor már is felnyílik. Ott van a foglalat, nagyon egyszerű dolgunk van, meg kell keresnünk a háromszöget a sarkon. Látjuk, hogyha velünk szemben van az alaplap, akkor a bal alsó sarkánál van egy fehér háromszög. Egy picike háromszöget megtalálunk a processzoron is, ezeknek egy helyre kell kerülni. Egyébként a foglalat is adja magát, hogy így fog szépen belemenni mindenféle erőltetés nélkül. Nem beleejtjük, de mégis finom mozdulattal behelyezzük a helyére. Gyakorlatilag úgy van kialakítva a foglalat, hogy már is a helyére csúszik a processzor. Nagyon sokan túl dramatizálják a processzor behelyezését, hogy jaj, mert elrontjuk, mert rosszul tesszük be, akkor tönkre megy az alaplappal együtt. Így van, nem szabad elrontani, nem is lehet elrontani. Egyszerűen szóval figyelni kell a kettő háromszöget a sarkon, hogy egy helyre kerüljön. Utána nincs más dolgunk, le kell csuknunk a felső keretet. A következő képpen, ugye középen ki van alakítva neki a hely, hogy hova kell annak a fémnek bekerülni. Oda, szépen oda helyezed, utána azt az oldalsó kart minimális erőfeszítéssel, mert nagyobb erőt kell kifejteni, hogy a pöcök alá bemenjen. Ettől nem kell megijedni, picit megnyomjuk a kart, hogy oda lemenjen a helyére, beakasszuk, és már is tökéletesen a helyén van a processzor. Ugye kérdezhetitek, hogy hova tűnt róla a fekete borító. Az a lecsukásnál leugrik magától. Garancia szempontjából mindenféleképpen tartsátok meg, mert ez alapján garanciáztatják az alaplapot. Na, utána jön a következő dramaturgiai esemény, a processzor, hűtő és a paszta. Következő részegység, amikor azonnal tönkreteszed a számítógépet, mert túl sok pasztát használsz, és szétfolyik a paszta mindenhova, az alaplapba, a processzor alá, ráig, a processzorra ráig, nem tudom hova megy még. Nagyon sok ilyet hallani, a végeredmény meg az, hogy én akkor nem építek számítógépet, én hozzá nem nyúlok a pasztához, mert az mindenhol csak befolyni tud, különben meg borsó szemet teszek a processzor közepére, hogy aztán még véletlenül se hűtsön úgy a hűtő, ahogy kellene. Most annyi van, hogy én gyári Intel hűtőt helyezek fel, ami előre pasztázott. Mennyiségről annyit, hogy szerintem egy picikét még ez is kevés, de ha megnézitek, hogy a gyári hűtőre mennyi pasztát helyeztek fel nekünk, akkor szerintem sokatoknak lejön, hogy az a borsószem, hogy egy picit több, mint borsószem a processzor közepére, az még éppen hogy kevés. Ha ráhelyezed a hűtőt, az picit szét fog terülni, úgy a processzor közepén,
és akkor nekünk arra lenne szükségünk, hogy azért a processzornak a fém felületén nagyjából mindenhol elterüljön, hiszen minél nagyobb felületen terül a hűtőpaszta, annál jobban fog hűteni. Márpedig miért is kell a hűtőpaszta? Lehet, hogy nem egyértelmű, azért kell, mert nagyon jó hővezető képességgel rendelkezik, így fogja átadni a hűtő radiátornak lényegében a pasztán keresztül a processzor a hőt. Ugye egy gyári hűtő felhelyezése nem túl bonyolult, van egy ilyen fekete kis pöcök, amit felhelyezés előtt vissza kell húznunk, hogy át tudjuk pattintani a hűtőnek a lábát, ugye, ahogyan majd le fog zárni. Ha bele van nyomva az a fekete előre, akkor nem fog átpattanni, illetve ha erőltetjük, akkor el is törhetjük a lábakat. Húzzuk vissza mind a négy pöcköt, helyezzük fel a hűtőt, az a fehér kis lábacska finoman át fog menni, utána ha az a helyére került, akkor határozott mozdulatokkal érdemes keresztbe nyomjuk meg a zár tetejét, ilyenkor a fekete pöcök ki fog ugrani a fehér közül. Érdemes picikét finoman még erőltetni is, lényeg, hogy teljesen kiugorjon, különben nem kerül helyére rendesen a hűtő, tehát egy picikét erőltetve is akár. Lényeg, hogy mind a négy fekete pöcök kiugorjon teljesen. Egyébként meg is mutatom nektek, ha nem tudnátok. Tehát az a lényege, hogy a fehér közül kiugorjon mindenhol a fekete pöcök. Ilyenkor még nem zárt le a hűtő, tehát ilyenkor még vigyázzunk vele, mert ez könnyen kiugorhat vissza. Ha ezzel megvagyunk, akkor meg kell nézni a füleken a nyilacskákat, a nyíl irányába kell majd azt nekünk ütközésig elfordítani. Nem tudom, hogy a felvételen mennyire látszik. Tehát aránylag egyszerű, de ha nem vagyunk elég jártasak benne, akkor azért könnyen megtréfálhat minket. Érdemes lehet úgy fordítani, hogy picit még rányomsz közben is, nehogy fordításkor is kiugorjon, ugye elég sok minden megeshet. Lényegében a nyíl irányába el kell fordítanunk utána mind a négy fülecskét. Jó, felső sarokba egyébként még nem fordítottam el, hogy láthassátok, hogy hogyan áll akkor, mikor még nyitva van a fül, és hogyan, mikor már lezártuk. Mind a négyet le kell így zárnunk lényegében, és utána teljesen jól kell fogni a hűtőnek, úgy tudjuk leellenőrizni, hogy a hűtőnél fogva nyugodtan megemelhetjük az alaplapot, tartania kell teljesen stabilan, és ilyenkor biztos, hogy jól helyeztük fel a hűtőt. Na most picikét a hűtő felhelyezésével és a pasztával kapcsolatban én annyit szögeznék le, hogy próbáltam nektek megmutatni, nem tudom mennyire látszik a felvételen, hogy ha fel van helyezve a hűtő, akkor egy nagyon picike hajszálrés van a processzor és a hűtő között. Ez kivétel nélkül minden hűtőnél így van. Ennek nem más az oka azért, mert abba a picike résbe fog bekerülni a hűtő paszta, amit még egyszer mondom, borsószemnyi mennyiségbe eléggé kevés. Tehát legalább akkora mennyiség, mint a gyári hűtőn van, picikét több, nem lesz probléma. Tehát mindenféleképpen olyan mennyiséget kell felhelyeznünk, hogy ott szépen betömítse azt a hajszálrést, és még egyszer mondom, a processzor egész felületén érdemes, tehát ha vékonyan, nagyon vékonyan bekened a processzornak a felületét, abból még nem lesz semmiféle probléma, nem számít sok mennyiségnek, és akkor szépen úgy fog illeszkedni a hűtő, hogy a pasztán keresztül hűteni fog. Most ezzel szemben volt olyan videós, aki úgy magyarázta a paszta lényegét, hogy a processzor felülete egyenletlen picike gödrök vannak rajta, és ezeket a gödröket kell kitömnünk lényegében a hűtő pasztával. Láthatjátok, hogy megvan az a hajszálnyi kis rés, hogy az egyenletes felületek között oda kerül be a hűtőpaszta, nem tudom, hogy honnan vett ezt a egyenletlen gödrös, mikrogödrös felületet, és oda kell behelyezni nekünk a pasztát, meg nem tudom, miket beszélt még a hűtőpasztáról, mikor egy a lényege, nagyon jó hővezető, jobb hővezető a fémeknél, és így felhelyezése után, úgy kellő mennyiségű pasztát használva nagyon jól le fogja hűteni a hűtő, még akár a gyári hűtő is. Hát elég hosszúra nyúlt így is a videó, hogy próbáltam minél jobban és összetetten megvágni, így mindenféleképpen jönni fog majd a folytatás is. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!